Jó napot kívánok! Dr. Süle Edit vagyok, a Széchenyi Egyetem docense, a magyar nyelvű ellátási láncmenedzsment és az angol nyelvű supply chain management mesterszakok vezetője. A következőkben röviden az ellátási láncmenedzsment magyar nyelvű szakunkat szeretném bemutatni. Kezdjük egy kis szaktörténettel, mert hogy ennek a szaknak már története van, amint hogy több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza. A logisztikai menedzsment mesterszak ennek a szaknak az őse, ebből lett az ellátási láncmenedzsment, aztán pár évvel később elindítottuk az angol nyelvű supply chain management mesterszakot is. Igazából pár éve a szak egy teljes megújuláson ment keresztül, amit egy olyan széles egyeztetés előzött meg, amiben figyelembe vettük a külföldi egyetemek hasonló szakjain oktatott ismereteket, tárgyakat, módszereket. Egyeztettünk a szak korábbi, illetve az aktuális hallgatóival, akkor egyetemi oktató kollégákkal, akik a szakhoz közel álltak, illetve nem utolsó sorban a szakma képviselőivel, hogy ők milyen igényekkel várják a végzett hallgatóinkat. Közgazdász és mérnök alapszakokról várjuk a hallgatókat. Elsősorban közlekedésmérnöki, kereskedelem és marketing, illetve gazdálkodás és menedzsment alapszakokról, de nincs akadálya olyan mérnöki vagy közgazdász alapszakról jönni hozzánk, ahol esetleg az általunk várt ismeretanyag bizonyos része van csak meg, mert van lehetőség ezeknek az ismereteknek a pótlására. Mit lehet itt csinálni a tanuláson kívül? Az ellátási láncmenedzsment mesterszakos hallgatók 2 szakkollégiumba is csatlakozhatnak. Az egyik a közlekedésmérnök, illetve a logisztikai hallgatók szakmai közössége, ez a Kolosz nevezetű szakkollégium, aminek nagyon erős ipari kapcsolatai vannak. Különböző ipari projekteken dolgozhatnak a hallgatók cégekkel, valós problémákon, számos szakmai előadásra kerül sor, hallgatói versenyeken vehetnek részt, illetve ugyanez igaz tulajdonképpen a közgazdász szakkollégiumra is, ami a Kautz Gyula nevet viseli, és a leghíresebb évek óta tartó rendezvénye az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny, az OPEV. Ezen kívül szenyor találkozók, versenyek, nyári táborok és egyéb rendezvények is tulajdonképpen azt segítik, hogy a hallgatóknak egy olyan szakmai közössége alakuljon ki, ahol egy kicsit többet lehet kapni a szakmából, egyéni érdeklődésnek megfelelő területekre lehet jutni. Be lehet kapcsolódni olyan projektekbe, amik részben kutatási, részben szakmai projektek az egyetemen. Jelenleg a Horizon 2020 program keretében a LEAD projekt fut, ami a digitális IKER formájában próbál ki 6 európai városban olyan megoldásokat, olyan forgatókönyveket, ami segítenek a városi logisztika környezet szennyezési problémáinak a megoldásában. Lehet aztán további hallgatói projektekben részt venni, olyan hallgatói csoportok tagjaként, akik különböző fejlesztéseken dolgoznak, ilyen az Arabona Racing Team, Synergy Team, illetve a Sengine Team, amik elektromos és hagyományos hajtású járművek
tervezésével, fejlesztésével foglalkoznak, illetve a Formula Student versenyeken méretik meg magukat. Számos olyan vizsgáló és kutató laboratórium van az egyetemen, aminek a munkájába is érdemes bekapcsolódni. Például a robot labor, a gyártási szimulációkkal, termelési folyamatok szimulációjával foglalkozó labor, vagy a csomagoló labor, ami tulajdonképpen olyan tréningközpont is, azon kívül, hogy 1000 szálon kapcsolódik az ipari problémákhoz, ipari kérdésekhez, viszont egy olyan hallgatói tréning centrum is, ahol a hallgatók TDK munkákon dolgozhatnak, diplomatémán dolgozhatnak, illetve ehhez kapcsolódó kutatásokban vehetnek részt. Ez a csomagoló laboratórium ISO minősítéssel rendelkezik, és nagyon sok iparágból számos cég vizsgálatait végzi. Mesterszak utáni tanulmányokra is van lehetőség, akár az akadémiai területen szeretne valaki tovább tanulni, akár pedig szakmailag szeretne tovább fejlődni. Posztgraduális képzéseink közül lehetőség van logisztikai rendszertervezőként, illetve tanácsadóként folytatni tanulmányokat, illetve MBA programokból is választhatnak. MBA programunk van magyarul, illetve kettős képzésként, olyan képzésként, ami egy amerikai egyetem bizonyítványát is adja. Doktori képzések közül, hogyha valaki egy saját kutatási problémán szeretne tovább gondolkodni, tovább dolgozni, akkor lehetősége van magyar és angol nyelven is doktori iskolában tanulni, illetve arra is van lehetőség, hogy az iparral közös doktori programban folytassanak tanulmányokat, ez a kooperatív doktori program, illetve doktori programból is létezik olyan kettős képzés, ami egy amerikai egyetemmel közös képzést jelent. A logisztika, illetve az ellátási láncmenedzsment olyan területek, amikre folyamatosan és nagyon erős igény van a szakma oldaláról, tehát már a tanulmányok alatt is van lehetőség gyakornoki programokat kezdeni, és aki érdeklődik ez iránt, a terület iránt, biztos, hogy tudja, hogy az elhelyezkedési lehetőségek kiválóak, nagyon sok olyan terület van, ami lehetőséget kínál a nálunk végzett hallgatóknak. Ezek a képek arról szólnak, hogy a régi KTMF-es időktől kezdve ki mindenki végzett nálunk. Nagyon hosszan lehetne sorolni azt a listát, ami a nálunk végzett hallgatókból állna. Itt most csak egy pár olyan neves szakembert szeretnék megemlíteni, aki szintén a hallgatónk volt. A Waberers alapítója, Waberers jelenlegi vezérigazgatója, a Szemedei Plusznak az alapító tulajdonosa, a Künenágel egyik felső szintű vezetője, illetve a GLS-nél is előfordulnak nálunk végzett hallgatók. Itt van még a logisztika két legjelentősebb szakmai szervezete, az MLBKT, illetve a Magyar Logisztikai Egyesület.
ahol szintén megtalálhatók a nálunk végzett hallgatók. Végezetül szeretném bemutatni a szak vezetését, ahol a szak koordinátora, titkára szintén egy saját nevelésű volt logisztikai menedzsmentes hallgatónk, dr. Bujics László, a szakbizottság másik tagja dr. Horváth Adrián a logisztikai és szállítmányozási tanszékről, és így hárman várjuk Önöket, jöjjenek hozzánk, nem fogják megbánni. Viszontlátásra!